14. fejezet. Az időjelző kapu. A Chebber Spit Lane nevét a Chebber cukrászdáról kapta, amely éppen a sikátor sarkán feküdt. Az üzletnek két fejelet nélküli kirakata volt, egyik a sikátorra, míg a másik kimolkább főterén nézett. A kirakatokban a csipkefüggő mögött válogatott csemegék sorakoztak, egy halom vaníliával töltött tekercs, fényes mázzal borított sütemények és gombaformájú csoki torták. Bent pedig a kakaó, a vanília, a fahéj és a porcukor illata olyan intenzíven kúszott mindenki órába, és járta át ruháját, hogy még a legszkeptikusabb látogatók is elégedetten ügyörödtek el. Judy, Arjen és Rick hamar jókedve derültek, miután befogtak egy hatalmas támazsolás apró süteményt, némi eperkrémes fánkot, majd néhány négy csak kis brióst. Állva ettek, szemben Peter Dedalus órásboltjának cégélével, és így adták körbe a tálat, még csak az utolsó morzsát is el nem tüntették. A csődében órát tartó vagója látszott még, az üzlet egyetlen kirakatát azonban vastag deszka alapvette, amely egy rés sem hagyott az üvegen. A bejárat masszív ajtó védte, melyet még meg is erősítettek egy kovácsoltas rácssal, amelynek közepén egy hihetetlen bonyolult, különös zár viszregett. A rácsa dróttal következő feliratú táblát erősítették. Az üzlet bérleti joga átható tekintés nélkül alkalmi áron. Bejárat hátul. Miután a gyerekek lenyalták az utolsó csoki morzsát és az ujjukról, megfogadták a táblán olvasható tanácsot, átmentek egy kőből készült árkád alatt, és egy félhomályba burkolózó átjárón át kiukadtak a bolt hátuljánál, egy kis udvarban. Itt egy szembeötlően mondán ajtót pillantottak meg, melyet friss betonozással utólag előzettek a házfalba, és amely látványosan elütött a ház többi részétől. Úgy nézett ki, mintha valakinek sikerült volna nagy nehezen hátulról behatolni a boltba, és utána lezárta a bejáratot ezzel az ajtóval, nehogy valaki utána mehessen. Na most jól nézzünk ki, nyafogott Jason, miután megállapította, hogy az ajtó kulcsot zárták. Úgy néz ki, itt nem jutunk be. A gyerekek visszamentek hát az előső bejárathoz, és az árat kezdték vizsgálgatni. Ez is olyan, mint a többi őrült szerkezete, jegyezte meg Rick. Nem lehet meg, hogy hátul kellett falat bontani ahhoz, hogy bejussanak. Peter Dedalust mindenki ilyen bizarr kütyüjéről ismerte a faluban, magyarázta az ikreknek. Azt mesélik, olyan precíz gépeket szeretett készíteni, melyek a legkülönbözőbb feladatokat is megcsinálták. Olyan mozgókart, mely a zenedarabokat kottáz le, olyan mechanikus kezet, amely a megfelelő pillanatban lehúzza a lágytojást a tűzről, maguktól mozgó apró automatákat. Mint az az asztal fent a házban, kiáltott fel Julia. Jaj, nem hagynám már abba ezt a sztorit a lépkedő asztallal? Jason, azt hiszem a nővérednek igaza lehet, védte meg Rick. Anyám is mesélt mindig a szalóról, ami tele volt olyan mechanikus karosszékekkel, melyek föl alá mászkáltak a szobában. Mindig azt mondogatta, hogy igazán praktikus volna, ha még az asztalt is megterítenék. A gyerekek jót mulattak, ahogy maguk elé képzelték a jelenetet. A vasrács közepén lévő panel tényleg határozottan eredeti megoldásnak tűnt. Sehol egy kulcsuk, vagy valami, amit el kell lehetne fordítani. Ehelyett egy óraszám napját látták, rajta két mozdulatlan mutatóval, egy örök naptárt, fölötte félholddal, valamint jobb és bal oldalt egy-egy csavart. Jason megpróbálta elfordítani az egyiket, és meglepve tapasztalta, hogy még működik. Az óra mutatói odébb mozdultak, a másik csavar pedig a felhúzó volt. Peter berendezései mindig is tökéletesen működtek, állította meg Rick. Hát nem mondanám, hogy rossz évet mutat a naptár, vetette közbe Julia. Mennyi most az idő? Kérdezte Jason. 4:45. Hát, hogy egyszerűen be kell állítani a pontos időt és felhúzni, hogy bejussunk. 4:45-re állította a mutatókat, és néhányat tekert a felhúzón. Semmi sem történt. Talán teljesen fel kell húzni, kockáztatta meg Julia. Jason megmutatta neki, hogy már teljesen kikészült a keze. Akkor miért nem húzott fel te? Vágott vissza. Szép nagy az ujjam. Menjen inkább szét az enyém. Te találtad ki, hogy jöjjünk ide. Julia csípőre tette a kezét. Igen, és te mit csináltál volna inkább? Volt esetleg bármi jobb ötleted? Visszamentem volna a villargóba, hogy beszéljünk Nestorral. Ő talán tud valamit erről a Dedalusról, a tökrök házáról, meg hogy hogyan működnek a kapuk, és hogy kirejtette őket el. Tényleg, gondolkoztatok már ezen? Kirejtette el a kapukat. Ulysses Moore, kockáztatta meg Julia. Nem, vágta rá Jason, hiszen Ulysses Moore volt az, aki nyomokat hagyott nekünk, hogy megtaláljuk őket.
Nem ő az, aki rejti a kapukat, sőt, ő akarja azt, hogy megtaláljuk őket. Julia ezen eltűnődött egy kicsit, de nem túl nagy meggyőződéssel. Megvárta, amíg Jason teljesen feleslegesen végig felhúzza az órát, mert megállapította. Így sem történik semmi. Azonban némi ketyegés után az óra mutatói és az örök naptár elkezdtek forogni. Egy idő után megállapodtak, és a mutatók más időpontot, a naptár pedig más dátumot mutatott. Most éppen az 1206-os évet jelezte. Jason nem vesztette el a lelkesedését, mivel meg volt róla győződve, hogy az évszám valójában azt az időpontot jelenti, amire az órát át kell állítani, hiszen óraként is ki lehet olvasni, 12 óra 6 perc. Beállította hát ezt az időpontot a számlapon, és újra teljesen felhúzta az órát. A mutatók másodszor is sebesen forogni kezdtek, és a naptár egy újabb számot mutatott, 334. Na most már elég, adta fel Jason. Ez már tényleg túl sok a jóból. Az még rendben, hogy titkos írást fejtsünk meg hogy a tarot szabályait tudományozzuk. De légy a számokkal hagyjatok békén. Számok? Pattanta hirtelig. Mi lenne, ha felhívnának a telefonszámot, ami a táblára ki van írva? Még az is lehet, hogy valaki kinyitja nekünk az ajtót. Jól tett, helyesett Julia. Keressünk egy boltot, ahonnan telefonálhatunk. Jaj, Kalipszó kisasszony, hát hogy ne kezdtük volna olvasni a könyveket? Azóta szégyentenő Julia pár perccel később a könyvesboltban. Igazán nagyon szép könyveket tetszett ajánlani. Az asszonyka egyenként végigmérte őket, majd tekintete Ricken állapodott meg. És te bennel? Ó, persze, én is, mondta bizonytalanul. Fogadjunk, hogy még a címére sem emléksz annak a könyvnek, amit el kellene olvasnod, korholt a Kalipszó, s végig simította kék sisak szoknyáját. Rick úgy érezte, megsértették a büszkeségét, ezért peckesen kihúzta magát. Nem igaz, pontosan nem emlékszem. A címe az, hogy vagyis, de azonban hiába erőlködött, még egy halvány emlék sem ugrott be neki a könyvről. Tehát, az igazságot szeretné valami Kalipszó kisasszony, vágott közbe Julia, miért csóhajtva. Boldoggá tennétek. Rick fülig elvörösödött. Ma már sokat szor csinált hét magából. Ez egy nyavajás, ezt a nyavajás vasárnapot addig ismert magára, hova lett a megbízható, precíz és mindig pontos srác. Az az igazság, Kalipszó kisasszony, vette vissza a szót Rick Juliára, majd Jasonre pillantva, hogy tegnap este be kellett fejeznem egy másik könyvet, és ezért nem tudtam elkezdeni az újat. Tetszik tudni, soha nem szeretem félbehagyni a könyveket. Egy másik könyvet Webner csapta össze a tenyerét a kisasszony, mint aki nem hisz a fülének. Hadd halljuk, fiát, mi volt az a remek mű, amit egész élet faltál? Rég felszegte az állát. Az elveszett térképek krokodilusa, vágta ki. Tutankhamon fáraóról szól, aki eltéved egy egyiptomi életházában, ami egy olyan hatalmas labirintus, tele van fülkékkel, amiben mindenfélét őriznek. Na és végig egy gyilkos krokodil üldözi, aki el akarra halászni előtte a térképet. Mivel azonban Tutankhamon egy fáraó, ezért a puntföld, ami nagyon fontos hely volt az ókori egyiptomiaknak, összes tisztviselője körbeveszi a krokodilt, és sikerül megmenteniük a fiatal fáraót. Kalipszó kisasszony újra kihúzta magát, és csak annyit mondott. Érdekesnek hangzik. Meghiszem azt, folytatta Rick. Ha szeretnék, kölcsönadom. Szerencsére azonban Kalipszó megelégedett Rick könyv ismertetőjével is. Akkor most meg tetszik engedni, hogy telefonáljunk? Kérdezett rá nyíltan Julia. A fekete bakelit telefon a kassa mögött volt. Julia felvette a kagylót, és tárcsázta azt a számot, amit Peter Dedalus boltjának majd elláttak. Kicsivel odébb, Kalipszó kisasszony a Century című regényt mutatta meg éppen a fiúknak, amely elmondása szerint egyszerűen kihagyhatatlan. Amíg várta, hogy valaki felvegye a telefont, Julia szórakozottan a pénztár körüli polcokon lévő írásokat olvasgatta. Megrendelte, de nem vitt könyvek, könyvek, amelyeket így kellene cserélni, de nem lehet, megrendelendők még ezen a héten, könyvek ajándékozásra. Az alsó polcon sorakozott néhány kötet, melyet kérdőjellel jelöltek meg. Julia kíváncsiságát felkeltette egy vörös bársonyborítású könyv, mely fölött három nagy kérdőjel égtelenkedett. Húzott egyet a telefonzsinóron, hogy odaférjen hozzá, és megnézze, mi lehet az. Egy régi, megsárgult és gyűrött zsebkönyv volt, címlapján egy kis kikötővel. Azonban, amikor a címet olvasta, elállt a lélegzete. A kíváncsi utazó, kimarkáv és környéke kis kuti kalauza. Julia körbenézett és látta, hogy senki sem figyel rá. Kalipszó éppen a klasszikus szerzők sorozatát rendezte, míg Jason és Rick szórakozottan egy képeskönyvet lapozgatott. A lány érezte, hogy szíve gyorsabban kezd dobogni. A hívott szám közben még mindig kicsörgött,
Ezért a vállához szorítva a füléhez a kagylót, kinyújtotta a kezét, hogy megérintse a könyvet. Megpróbálta kinyitni, azonban a lapok annyira össze voltak ragadva, mintha most nyitná ki először. Julia odaállt, most már igencsak furdalta a kíváncsiság, ezért levette a kötetet a polcról. Ahogy kinyitotta, egy lap kihullott belőle. A lány utána kapott, azonban ahogy lehajolt, lejtette a telefonkajlót, amely nagy robbaj a lakasszára esett. Mi történik ott? Kérdezte Calypso. Julia egy szempillantásra alatt cselekedett. Lehajolt a papírért, és ebbre vágta, a helyére tette az útikönyvet, felemelte a kajlót, és gyorsan talpra szökkent. Igyekezett elővenni a legmeggyőzőbb jó kislányos mosolyát, és bár remegett az ijegységtől, így szólt a süket telefonba. Halló, igen, csókolom, igen. Peter Dedalus üzletével kapcsolatban. Hogyne, a kimarkájú boltról szeretnénk. Aha, értem, aha, világos. Hát akkor köszönöm, elnézést a zavarásért. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Villámgyorsan letette a telefont, és a szemes sarkából még egyszer ellenőrizte, hogy a könyv ugyanott van-e, ahonnan elvette, majd oda ment a többiekhez. Nos, kérdezte győzöm. Sajnos semmi, csak a takarítónő volt, az iroda zárva van. A fenébe, hiszen vasárnap van, ez előbb is eszembe juthatott volna. Nézett körül idegesen Julia. Jason és Rick is rájöttek hirtelen, hogy talán jobb volna, ha gyorsan lelépnének, így futtában elköszöntek Calypso kisasszonytól, és kiléptek a könyvesboltból. Calypso egy darabig nézett utána a kirakaton át, majd úgy döntött, hogy ideje befejezni az angol klasszikusok rendszerzését, s fütyörésze elindult munkához látott. Néhány perccel később egy középkorú hölgy lépett be a Calypso szigetébe, aki fehér turista kalapot és cipőt viselt. Határozott léptekkel a szerelmes regényekhez ment, és kiválasztotta egy piros borítójú kötetet. Ezt kérem, jelentette ki igen határozottan. Remek választás, mondorjáskodott Calypso, s a pénztárhoz lépett, hogy bevisse az árat. A régi pénztárgép olyan hangot adott ki, mint egy inga óra. A tetején egy vasfigura állt, aki megemelte a kalapját, miközben a lába alól jött ki a blokk. Tessék, mondta Calypso, és odaadta a blokkot a hölgynek. Gyönyörű pénztárgép, jegyezte meg. Jó régi lehet, nem de? Ó, hogy ne, de még tökéletesen működik, válaszolta Calypso, és büszkén megsimogatta a kerekbrét billentyűket. A falu egyik kézműves mestere alkotta. Akkor bizonyára valósággal elpusztíthatatlan. De persze, majd nem sokára idejön egy bürokrata valami kormányi hatalból, és kitalálja, hogy le kell cserélni, mert nem felel meg valami ostoba új jogszabálynak. Az meg lehet, mosolygott Calypso. Csak ahhoz meg is kell találniuk. Miközben beszélt, a telefon mellett elhelyezett számlálóra esett a pillantása. Érdekülönös, gondolta. A lány telefonja, mintha egy másodpercig sem tartott volna. Ahogy kiértek a boltból, Julia azonnal futásnak eredt, és csak akkor állt meg, amikor leérték a Chapel Street Lane sikátort. Jason és Rick érdeklődésére, hogy hová a nagy sietség, előhúzta a zsebéből az összegyűjt papírt. Ezt meg hol találtad? Egy régi kémolkáboti könyvben. A lap egyik oldalán egy vázlatos ceruza rajz volt, mely egy vonatot ábrázolt, ami éppen egy alagútból jön ki. Alá ezt a mondatot írták. Mi történik a sinekkel az alagúton túl? A lap hátulján egy másik rajzot találtak, amely azt a királyszobrot ábrázolta, amely mellett aznap reggel elmentek. A névtelen lakotó megjegyzése ezúttal így hangzott. Angliának sohasem volt ötödik Vilmos nevű királya. Ez nem is mit jelentsen, kiáltott Ferik. Mi ez, ami vicc? Én meg nem mondom, hogy van-e igazság ebben a királyos dolgban. Sose voltam túl jó teriből. De miért csinálnának szobrot egy nem létező királyról? Ráadásul olyat, ami feltűnően hasonlít Nestorra, ügyeskedett Jason, ami mindhárman elnevették magukat. És mi van a sinekkel? De mi történhet velük az alagúton túl? Rika fejét csóválta. Ötletem sincs, de könnyen utána nézhetünk. A vasúti alagút itt van nem messze, bécelje 5 perc. Jason azonban megint megállt Peter Dedalus boltjának vagy vasrács előtt. Előbb azonban próbáljunk meg bejutni ebbe a boltba, szólt. De mégis hogy? Ez a szerkezet sehogyan sem akar működni. Azt mondjátok? Kérdezte Jason ravaszkás arccal. A Julia által talált lap újra felkeltette benne a reményt. Úgy érezte, Ulysses Moore mégsem hagyta magukra őket, és mintha újra kommunikálni próbálna velük. Lehet, hogy csak rá kell jönnünk, mire is való. Az örök naptár még mindig ugyanazt a dátumot mutatta, mint amikor legutóbb Jason elforgatta a mutatókat. A naptárban kell keressünk valahogy a megoldást, kockáztatta meg Jason. Gyerünk, Rick, törd a fejed! A levegőt a sütőből kivett sütemények illata töltötte be, és Rick hangosan gondolkodni kezdett. A naptárban a 334-es év nyilvánvalóan hibás, ugyanakkor a hónap és a nap helyes,
Ez pedig azt jelenti, hogy az évszám igazándiból nem is évet jelent. Lehet, hogy úgy kell beállítani az órát, hogy azt az időpontot mutassa, amit a naptárszáma jelez. Ezt már próbáltam, és nem történt semmi. Rick folytatta. Akkor viszont ezt a számot kell kombinálni egy másik számmal. De melyikkel? Például azzal az időponttal, amikor be akarunk lépni. Hány óra van most? Délután 5, felszólt Julia. Tehát akkor 17 órából csináljunk egy számot, az 1700, adjuk hozzá a 334-et, ami egyenlő, néhány próbálkozás után megjegyezte 2034-ben. Oké, akkor most állítsuk át az órát 20.34-re. Rick beállította a mutatókat, Jason pedig felhúzta a készléket. Bzzzt, mondta a zár, mindazonáltal nem nyílt ki. A mutatók össze-vissza forogtak, és a naptár most 116-ot mutatott. Nem nyílt ki, sortott Julia. Igaz, de bizent egyet, jegyezte meg Rick. Eddig egyszer sem adott ki ilyen hangot. Újra végig csinálták a műveletet. Közben eltelt egy perc, tehát 17.01-hez adták hozzá a 116-ot, és így 1817-et kaptak. 18 óra 17 perc, számolta ki Rick, és gyorsan átállította a mutatókat. Jason megint felhúzta, s a zár megint bzzzt hangot adott ki. Nem nyílt ki, sohajtotta megint Julia. Azonban ezúttal tévedett.